Sziasztok! Szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Ismét itt vagyok, és folytatjuk a Dark Souls 2-t. Haladunk szépen sorba a különböző területeken. Hát a nagy kerekedők után vagyunk alapvetően. Azt múlt alkalommal megcsináltuk, és hát kíváncsi várom, hogy mi a következő. Egy apró dolog még elmaradt múltkor, mégpedig, hogy beszélgessünk. A nevét elfelejtettem. Pedig nem volt régen amúgy. De hát a névmemóriám a régi. Szóval beszélgetnünk kell Dwayne Johnsonnal, így van. Pontosan Dwayne Johnsonra gondoltam. A homár ember. Tark, így van, Tarka. Úgyhogy ma azzal kezdjük, és utána megyünk tovább. A következő részekre. Szép estét! Sherry Tadri, köszönöm a csírt. Hello, never mind. Szép estét neked is. Hát akkor kezdjünk is bele. Itten vagyunk Andival. Andi? Dehogy Andi, Lőrinc. Andi az máshol van. Andi igen, el van hanyagolva sajnos. Ne halljak meg, oké. Okay. Doors of Pharos. Igen, az lesz a következő terület. Megpróbálok oda találni. Vegyünk Pharos Lockstone-okat majd, oké. Okay. Hú, merre is volt? Igen, ez az, amikor úgy gördülékenyen megy egy terület. Arra. Merre? Majd hogy értve mögöttem? Arra. Körzölöttünk. Hello. You've defeated my better half. This is my thanks. Take it. Fragrant branch of yore. Gods to pray to, but still I pray that your journey will be safe. I have no gods to pray to, but still I pray that your journey will be safe. I have no god, but still. Okay. Jó, hát akkor szerintem mehetünk is vissza. Mármint, hogy tovább. Úgy értem. Én nem tudom. De komolyan. Tehát
Mi nem tudom most megölni a bogarakat. Na mindegy. Fura. Nem jön senki. Na, és akkor Doors of Pharos a következő rész. Na nézzük. Oké. Okay. Jó. Menjünk. Hello? Nem tudtam eldönteni, hogy ez most enemy, vagy... De az volt. Jó, rádőtt a ládánkra. Bocs. Gavlan will. Gavlan deal. Gavlan wants soul. Many, many soul. De mit csinál ez itt? Ez eddig nem itt volt. What you want? With Gavlan, you will, you deal. A bagoly odú. Igen. Jó, amiből több van, azt eladjuk. Mondjuk el lehetne adni mindent körülbelül, mert... Amennyit én használom ezeket. Hogy vagyok? Köszönöm, jól. Ma itthonról küldtem a melót. Mert... Az irodai gépemen most fut egy folyamat, aztán úgy se tudok ott mit csinálni.
meg volt itthon pár dolgom, amit így meló mellett el akartam intézni. Amúgy ezek elég sok szót érnek, már nem azért. Na mindegy. Szóval, ja, egy nyugis nap volt ma. Ugye ebből kettő van. Nem mondjuk el. Még bármi lehet. Oké. Napokig. Hát... Hát szerintem, ugye tegnap elindítottam délután, jó, ha hétfőig végez. Szóval, ja, ráadásul 8, tehát az összes CPU threadet használja, mellett még nem nagyon tudok mit csinálni. Tehát kb. Így a Silion azt mondja, hogy nope. Oké, itt is eladtunk mindent. Gyűrűk. Hát ezeket nem adom el, most mindegy. Jó, íjak maradhatnak. Ezekből se adok el semmit. Miért adnám el? Kulcsok. Meg ezek. Ezeket meg végként nem adom el. Jó, mit árul? Ring of Giants. Poison Arrow. Poison. Poison. Nem tudom, Nevermind. Lehet, hogy megnézzük ezt a Power Stance dual katonát majd. Most még egy kicsit menjünk előre. Jó, nem mond semmit. Jó. Hát igen, most egy eléggé számításigényes folyamatot. Jó, mondjuk, tehát nem egy folyamat ez, hanem több, csak írtam rá egy scriptet, hogy több legyen, úgymond. Anyád. Ez már nem Gavlan. Szóval egy folyamat olyan, hát az egyik 3-4 órát fut, a másik szerintem fog egy napot. Úgy önmagába, de mindkettőből 5. 5 folyamat, tehát 5 különböző paraméterrel kell futtatni. Nem Windowson dolgozunk. Ubuntu meg macOS-en. Windows-zal nem foglalkozunk. Viszlát. Jó. Hát, részben teszt, de ez már research is. Tehát úgy néz ki, hogy működik a feature, amit írtam most. Tehát amivel bővítettem a programot tulajdonképpen. És hát olyan értemben részben teszt, hogy megye. Attila szagot érzek.
Tehát comfort ahead. Hello, stop soros, szia-szia. Ennyi volt. Nem. Pár dolog kimaradt. Hát ez remek. Akkor visszamegyünk. Szóval részben teszt, hogy összeomlik-e a izé. Ha nem omlik össze a program, tehát nem crash-el szét, akkor meg... akkor meg megy a researchbe az eredmény. Szóval ilyen, ez már ilyen hibrid. Meg most már tényleg visszatérek így a researchbe is. Most már majd cikket írok, amit be kéne küldeni. Hát március elején. Egy konfiba. Ami majd, hát jövő össze lesz Marokkóba. Legalábbis elvileg Marokkóba, hát aztán persze ez majd kiderül. Na. Közben nézném, hogy mi maradt ki. Try jumping chest ahead. I don't think so. Az itteni bonfire-nél lesz. Ja, akkor vissza kell mennem teljesen. Mindenkit csak hátba szúrunk. Hát a cikk az fönn lesz valószínű online, tehát az elérhető lesz. Az nem kell külön Discordra tenni, max a linket bedobom. Hát a marokkai élménybeszámolóval meg még várjunk, mert mondom egy év múlva lesz, tehát jövő októberben lesz, vagy nem is tudom. Nem októberben, de... Hát így szeptember végén. Ja. Marrakechben. Marrakech. Azt hiszem. Azért nem 100%, hogy ott lesz, mondjuk ugye most volt nemrég ez a elképesztő földrengés. Ami, hát a fővárosban lesz. És azt is érintette a földrengés elég durván. Szóval... Nem tudom... tehát bizonytalan, hogy biztos ott lesz. Tehát na, értitek. Tehát azért nem azról van szó, hogy egy nyugat-európai ország, hogy újjáépíti magát, pikpak. Stopsoros, ezért izéltem, hogy Marrakech, vagy főváros, vagy izé, mert megmondom őszintén, nem tudom, de akkor ezek szerint ez beigazódott, hogy nagyon nem tudom. Szóval... Rabat a főváros, oké. Okay. Én ezért voltam bizonytalan, mert nem tudtam, hogy most... Mi van? Ja igen, arra lehet még tovább menni. Csak szintet lépünk. Mindegy, mondom, addig még van egy év, csak ugye ezért egy... ez tényleg egy A plusz kategóriás konfi a témában. És... közbe beszél. És nyilván itt azért... hát egy jobb fél év előre már mindenképp... tehát mindent tudni kell, ugye... ilyen vízum ez az amaz kapcsán azért... nem lehet az, hogy két hónap előtte derül ki, hogy...
Hoppá, hát mégse ott lesz. Ah, stopsós, voltál pár éve? Az menő. Gondolom így lesz, hogy most is például kollégák voltak Vancouverben, és... és vízmot a reptéren adtak annó. Hát gondolom az akkor nekem is így lesz, mint uniós állampolgárként. Bár addig még... Na, ugye bármi lehet. Még addig kilépünk az unióból. Az mi? Kutya! Vagy az unió lép... Igen. Te amit bent szoktam mondani, hogy kiviheted Renátót Kelet-Európából, de nem viheted ki Kelet-Európát Renátóból. Ide jövünk erre. Szóval, ja, most voltak Vancouverben a kollégák, és ők, hát a, nem is tudom, talán 4-5 napos konfiból csináltak egy 2 hetes trippet, és ők ott lementek, átmentek az USA-ba is, ott Washington meg Oregon államba, meg talán a Yellowstone, nem, Yosemite. Na melyik van ott, Yellowstone vagy Yosemite? Mindig keverem a kettőt. Kettő közül valamelyik. Szóval ott elment... Ja, elmentek ott valami nemzeti parkba. Potkony! Ajtó? Jó, akkor menjünk el ezt az ajtóhoz. Szóval ezt nyissam ki. Hát végül is beférünk. Milyen jó, hogy lőrinc ilyen kicsi. Csak nem fejlik ki az ajtót. Egy bökő. Ja, de meglátjuk, mert mondom, az még nagyon messze van. Meg tényleg, hát addig eredmények kellenek, meg kell írni a cikket. Szóval, nem azt mondom, mert idő van, meg reméljük rassan lesz eredmény is. De ja, azért még nem az van, hogy hát akkor most már készen vagyunk, azt mehetünk. Itt egy létra. Csak fölmegyünk.
Az igen. Igen, gondolom itt nem érdemes mindegyik ajtót. Tridwarf. Nem tudom. Mindegyik ajtó mögött van valami? Hát ezzel meg mi van? Oké. Okay. Visions of Revenge. Pointless. Oké. Okay. Titanite chunk. Végre. Mondjuk most kettő kéne. Vagy nem, még egy kell ehhez, ugye? Szerintem ezt még nem fejlesztettük ki. Oké. Okay. Hopp. Pharos Rockstone. Bal. Szóval mit kutatunk ezzel a folyamattal? Fű. Ez itt egy remek dolog most. Fog a boss, akkor azt majd, ha kész a terület. Egy sem kell a fekete katonába, igen. Nem tudom, emlékeztek-e, amiket csináltunk itt programozás, vagy hát ilyen mellow stream kapcsán. Hogy ilyen agyakat, tehát MR képeket dolgozunk fel tulajdonképpen. És ilyen sima MR képekből állítjuk össze a agynak a felszínét tulajdonképpen. És azt elemezzük ilyen-olyan szempontból. És most egy új módszerrel csináljuk ezt az illesztést, az fut most bent tulajdonképpen.
az irodai gépen. Tehát egy teljesen új módszer. És ha minden jól megy, ezzel sokkal pontosabb képet fogunk kapni a dolgokról. Merre nem voltam még? Voltam mindenhol, ugye? Hát, én nem tudom, hogy ide... Hogy hova használjunk Lockstone-t. Nem is tudom, hogy mi van, mert... Gondolom ilyen csapdák, meg... Lehet, hogy loot van. Gondolom... Nem tudom, hogy van-e olyan, ami mondjuk egy nagy területre vezet. Amit érdemes megnézni. Még például, ami ilyen alkalmazása ennek. Tehát ez a brain parcellation, tehát ami tulajdonképpen ilyen területekre osztja fel az agyat, hogy melyik rész miért felelős. Létre után közvetlen. Tehát ezzel a módszerrel azt várjuk. Várjál, de a létre az... Az nem is itt volt. Az egyel... Itt teremmel visszább van, nem? Vagy hol a létre? Esküszöm, nem látom a létrát, várjatok, megkeresem. Egy teremmel visszább, igen. Jó. Szóval azt várjuk, hogy ez a parcellation, vagy felosztás, ez a boss, az sokkal precízebb lesz. És ezzel tudjuk mérni azt, hogy hogy esetleg milyen elváltozások vannak, vagy ami betegsége, ha van az illetőnek. Szóval ilyesmi. Itt a létra. Ja, akkor arra megyünk. Jó, itt a létra. Hát itt nem tudok bemenni. Hát... Try key and then open area. Area below. Tehát akkor le kéne menni, mert hogy... lehet, hogy ott. Jó, akkor lemegyünk. Aj, de utálom ezeket a patkányokat.
kettő van. Meg fogunk halni. Hú, nem. Oké. Jó, nem haltunk meg, ez remek. Ennyi. Liar ahead. Ennyi. Hát jó, mindegy, fölvettük. Akkor gondolom... Gondolom boss. Gondolom. Vagy van itt még valami? Jó, hát biztos, hogy van amúgy még itt loot, tehát elkezdenénk kinyitogatni. Biztos, hogy találnánk még. De hát mindegy. Jó. Van itt... Summon sign. Nincs, ugye? Nincs. Na. Azt a kurva mekkora patkóny. Jó. Nincs? Jó. Hello. Semmi baj. A kis patkányok kellenek, nyilván kellenek. Na, van-e valamink mérgezésre? Amúgy ezt nem akartam berakni, de ez mondjuk nem lenne hülyeség néha bevenni egyet. Ez poison, az meg toxic. Nincs semmink, mi? Tehát ami leveszi a... Nincs. Esetleg gyűrű. Hát, ha lenne.
Divine Blessing. Gavlan poisonos cuccokat árul. Hagyj már békén! Nem hagyj békén, nézzétek meg. Valamit még nem csináltunk soha. Ezeknek van most itt értelme? Mármint, hogy általában van értelme, csak ez ellen a boss ellen. Tehát, hogyha valamit tennénk a kardra. Weak Fire-re? Hát akkor ezt kipróbáljuk. Tehát még el se kezdem szedni a boss-t, már be vagyok mérgeződve, meg... Kellenek azok a kis szarok egyébként, nagyon. Tehát... Hogy csináljuk ezt? Ez a hang amúgy micsoda? Ennek, ez normális, hogy ez a hang van? Látom, hogy a Fenri Flyer sebzi őket. Akkor ne foglalkozzunk velük. Egyet-kettőt megölök itt az elején gyorsan, azt... Megyünk tovább. Foglalkozunk a naggyal. Hát jó. Nézzük. Hmm.
Jó. Ez okos taktika volt. Igazatok volt. Jó. Szuper. Kicsi gecik, hogy füstölögnek ott. Már bocsánat. Nem szabad így beszélni. Ki mondta ezt? Komolyan mondom. Jó. Na, itt van még valami? Mondom, akkor mehetünk tovább. Meg hogy szólja jó-e valamire. Volt egy Radiant Life Gemet. Dobott. Remek. Lépünk szintet. Okay. Na, és elvileg tudunk akkor léptetni a kardon. I knew you'd be around soon. És S-scalinges lesz. Most megy fel S-scalingre. Király! Na, most már akkor. I'll be around. Innentől nem lett baj. Jó, akkor mehetünk a kövi ériába, ugye? Még van annyi idő. Korai lenne most még befejezni. Úgyhogy... ez lesz az? Ez, oké. Okay. Hajnali mehet? Hát... Nem lenne rossz amúgy. De azért holnap csak kéne dolgozni valamit. Összetörtem a köcsögeiket. A kempet nézzem át rendesen. Jó. Hiding place, oké. Okay.
Malacok. Harci malacok. Kapjuk. Hagyjatok már békén. Én meg csak szúr. A fasz. Őt lehet nem kellett volna megölni, de most már mindegy. Hello? You go? Kösz, you go. Hugo. Oké. Jó, ez már oké. Jó, nem baj. Oké. A játék most adja azért a szót elég rendesen. Hát nézd, Nevermind, én Elden Ringbe is beugrottam a kútba. Emlékszel? Ez egy mekkora terület volt ott. Tehát egy csánk volt, jól láttam. Jó, hát gondolom arra megyünk majd tovább. Akkor ugorjunk a kútba? De a kútbaugrás az egy jó kifogás, hogy miért nem dolgozol. Az, hogy hajnalig streameltél. Bár mondjuk az én főnökömnek ezt mondanám, az amiatt se szólna.
Hát a jump az nem akar működni. És nem lehet összetörni a izét. Tetejét. Szegény Hugo nem tudja, hogy mi van. Simán befutok. Ja. Arról nem volt szó, hogy itt lesz egy disznó. Na és ha geci a játék, akkor ez egy csapda. Staff of Wisdom. Oké. Okay. Hugo. Megvan Hugo. Mehetünk tovább. Igaz, Estusunk nincs, de... Mindegy, live gaming van. Here you go. Irány Hugo. Nyomod, Hugo. Segítünk, mert nem akarom, hogy nagyon leszedjék a HP-ját. Ja, alig észrevehető volt a csapda amúgy. Liar ahead. Ragaszkodok-e a nem tudom, azt másfél-két órásat. Hát, ma igen. Ma okvetlenül. De amúgy nem, csak mondom így hétköznapokon azért már így este van. Igen, igen. Hát igen, most vasárnap lesz legközelebb stream. Csak nem egy régi ismerős. Biztos. De van egy olyan érzésem, mert valakivel már nagyon-nagyon régen nem találkoztunk.
Ja nem. Ó, én hogy ütám a pókokat? Mondjuk, ha nem basztatom őket. Csak a fény miatt nem basztatnak? Akkor viszont... You go! Na de ha én elteszem a... Nem akartam, de hát mindegy. Gyere, Jugó! Gyere! Ez meg a boss. Itt nála kell a fákja? Nézzem meg, az kiderül. Végszósz. Jugó. Kösz, kösz, kösz. Oké. Itt stop. Álljunk meg itt ma, vagy hogy legyen? Nézz szét a toronyban is. Toronyban. Hogy ne ugorjak le. Jó. Várj! Várj! Something seems to be bothering you. Yes, yes, I can tell. It is written upon your face. You have doubts about something you did. I am Cromwell. Cromwell. Regret, anguish, disillusion, bewilderment. What wonderful gifts they are.
Together, they are the essence of life. Together. Don't you agree? Az egyik legviccesebb boss volt szerintem így a Souls game-ekbe. But now, you're lost, bewildered by your own actions. You poor little thing. Yes, yes, how tiny and frail are we. But if your heart is yet sincere, your sins will be forgiven. Now is the chance. Demonstrate your sincerity to me. Cromwell the Pardoner. Anyone can be forgiven, as long as he is sincere. No matter how terrible the sin. Surely, we all deserve mercy. Na, a nihil az nem volt vicces. Anyone can be forgiven, as long as he, no matter how, surely, we all, anyone can be forgiven. Jó, akkor ez ennyi. És ez, miért tud megbocsájtani? Csináltunk valami rosszat? Nem. Ha! És tudunk ilyen, pap, vagy lelkész. Poison Bite Ring. Blood Bite Ring. Curse Bite Ring. Oké. Dark Trow Cheese. Meg varázslás. Whenever you are ready. És itt lopni lehet? Hát elvesszük. Oké. Hát akkor szevasz. Jó, tehát hogyha valami rosszat tettünk, akkor, de gondolom ez az ending miatt lesz majd érdekes. Gondolom. Ambrus is lootolni ment. Hát igen. 20-néhányszor, vagy nem is tudom. Jó. Nézzünk el erre. Ilyet? Titanite Chunk. Szerintem már van kettő amúgy. Ott is ott a pók. Nem tudom, menjünk itt 10 évvel folyamatosan. És akkor nem basztatnak a pókok. Hát, hogy egyszerűbb. Azt hittem láda. Torcs. Az nem tudom mi volt, de nem élte túl. A sinkhole mellett lesz majd lenti bonfire, meg a bird person. What?
Ó, tudom, a madár, izé. Félig madár. Jó. Nem tudom, merre menjünk. Ja, erre nem tudunk. Ja, de itt le tudunk ugrani. Hát nem tudom, itt ugorjunk le? Inkább itt. Shit. Hamarabb kellett volna hílelni. Nem figyeltem. Nem baj. Jövünk megint. Nem volt messze, szóval no para, csak. Tehát ennyi. A rácsos ablakos első ajtónál nézzek be.
Az volt a bonfire? De akkor miért nem nyílik ki? Valonnan máshonnan kéne... Soul Vortex. Micsoda itemek. Ottan van. Ott volt. Lehet azért nem tudtam, mert én be voltam invédelve? Ez egy másik ajtó, oké. Okay. Ja, akkor az lehet, hogy kulcs kéne. Blacksmith. Jó, hát ő akkor tud reinforcolni is, és a katonát tudjuk is reinforcolni, úgyhogy ezt meg is tesszük. Mit árul? Aha. Oké. The nature of an item is greatly influenced by the soul that was used to create it. They can be tricky to use, but when wielded properly, are extremely powerful. This is what I meant by unique. These wares are not for use by ordinary folk. It's hard to believe now, but this land was once a flourishing kingdom. Its king, Vendrick, came close to unlocking the essence of the soul. What a dazzling soul he surely had. Imagine what I might create with such a powerful soul. It is said that our technique originates from a strange being that inhabited this land. Pale beast that lived long, long ago. We don't even know what exactly it was. If you find a wondrous soul, bring it by for me to have a look. Okay. Do you find me strange? You humans are always this way. The way you glare at any unfamiliar creature. Mix of curiosity, fear, and revulsion. Oh, well, it hardly concerns me. Mm-hmm. De ezek, amit írsz, Rulers War, Kings Ultra Grace for, de ezek gondolom strength weaponök. The nature of an item is greatly influenced by the soul that was used. No. They can be. Okay. Ezt már mondta. Okay. Jó. Hopp, itt van valami. Oké. Na.
Erre még itt volt valami. Itt. Erre. Titanite Chunk. Jó, akkor bejöttünk arra a területre, ahol a chunkok vannak. Igen. Strength és Dex is. Rovarírtást vállalok, amúgy. Igaz, a pók nem rovar, de... Halló? Marika néni nincs itthon. De ez miért jó, hogy ide... Jó, mielőtt erre mennénk tovább, nézzünk már még itt vissza. Ja nem, itt nem tudunk visszamenni. Igen, akkor erre jövünk. Ugye? Too heavy ajtót üssem csak meg. Fiúk a bányában dolgoznak. You received from either of the scumbags. Oh. Pork.
Okay, never mind, köszi. Valamelyiket meghúzzuk. Haha. Hát ez remek. Homeboard board. Az hol van? Sose használtam még repair. És ez most a fákjára alkalmazta, vagy a kardra? Kardra. Még egy. Így megjavítaná a fákját. Így mindenre, oké. Okay. Debutálom a pókokat. Hát ja, ez torcs nélkül. Na nézzük. Remélem egy jó nagy pók lesz. Undorító. Fantasztikus. Jó van, megint fókuszálunk a nagyra. Oké. Oké. Oh, now that's interesting.
Ó, baszki, ezt nem hiszem el. Közel volt. Ó, nem baj. Így alakult. Viszont ma meg kell állnunk. Ahogy mondtam, majd egy picit hamarabb befejezzük. Innen folytatjuk majd legközelebb, tehát vasárnap. De ma tényleg meg kell állnunk, mert hát úgy alakult. Úgyhogy folytatjuk majd, ahogy mondtam, vasárnap. Hiszen vasárnap lesz ismét stream. Ugye úgy volt, hogy lesz holnap is, csak közben jött egy kis social event, úgyhogy nem lesz. Szombaton meg eleve volt terben, úgyhogy vasárnap lesz legközelebb stream. És akkor vasárnap megbeszéljük ezzel a pókkal, hogy mi is történt most. És hát, na. Na, úgyhogy akkor én köszönöm a mai figyelmet, köszönöm a segítséget, meg köszönöm a tippeket. Gaming nagyon, mint a social event. Hát igen, de social event ritkában van. Úgyhogy most az lesz. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, meg hogy itt voltatok. Köszönöm a cheert, Sherit Adri. Én kívánok nektek további kellemes estét, és mivel holnap már péntek, így kellemes hétvégét. És akkor találkozzunk vasárnap. Köszi, Nevermind. Köszönöm. Na, akkor további szép estét. Sziasztok.